utolsóba, te nem hiszed el. Előre. Az egész, a forradalom, minden. Elmentem a Dr. Kossuthányhoz, én 60 éve tanulmányozom a kézvonalakat. Uh-huh. És a Kossuthányhoz is elmentem buszpengőért. Ki volt ő? Egy orvos, aki csak tenyérből mondta meg a betegségedet. Mindent elmondom, az egész életem betegségeit. És mikor elmentem, visszahívott. És megijedtem, hogy valami rossz lesz. És mondom, mi baj van, doktor úr? Azt nem akartam magának mondani, meg az egész világot többször bejárja, maga nagyon híres ember lesz. Mondom, egy orvos 20 pengőért kiadja cigánynak magát. Hát mondom, az egész hülyeség. És utána, amikor másról beszéltünk, ó, azt mondja, még magában, ez valami találmány, vagy valami, amit maga csinál, de nem tudom micsoda, de millió és millió házba lesz. És mi volt? És én arra mondtam, rögtön, hogy szeretek főzni, ilyen reszelő vagy daráló, tudod? És mi lett végül? Hát a képeimet a magazinokban, meg az albumcoveröket, amit csinál, de millió és millió házba volt. Az előbb, hogy Kumbélának köszönhetjük, hogy... Köszönhetem, hogy én most itt ülök. Na, ez tesz ki. Nagyon furcsa sztori. Az apám és Kumbéla nagyon haverok voltak Oroszországban. És az apám hamarabb hazajött, megszökött. És van fénykép is róla, együtt vannak rajta, és a Károly Gróf is rajta. És mikor hazajött, hallott, hogy jön Kumbéla. És az apám pesti srác, nagyon megijedt. Mert tudta, hogy a Kumbéla hazajött, becipeli a parlamentbe, vagy valóban, és apám utálta a politikát. És akkor elment Kemecsére. Most valaki felhívott, hogy van egy képünk, maga apukája Kemecsén nyitott üzletet, és van egy képünk, hogy Szipál fotó, Kemecse, Sárospatak. Beleesett az anyába. Az édesanyád Sárospataki lány. Sárospataki lány, és én lettem. A Kumbéla nincs a szoriba. Lehet, hogy én lettem volna egy televízió riporter vagy valami, de nem fényképész, nem valószínű. Sokszor meséltél arról, hogy mi mindent jelent neked a fény. És nem csak mint szakembernek, hanem egyáltalán a fényel való játék, a fényhez való viszonyod. Meg az egy viszonyom, amikor megkérdik tőlem, hogy te milyen fényt használsz, én erre fel azt válaszolom, amilyen árnyékot akarok produkálni. Mert minden fény más árnyékot produkál. És minden árnyék másképp mutatja az arcodat. Kérdem én tőled, de délben 12-kor napsütésben az első randevúd van. Akkor még ki délben napsütésben, vagy délután vagy, amikor be van borulva? Hát amikor be van borulva. Honnan tudod, te nem vagy fényképész? Te még az én világításom? Ez az ablak. Ez az ablak. Én többször voltam Párizsban, felmentem a Montmartre-ra, és azokban a stúdióban Párizsban se odaszól, se bang, se lightbusting, ilyen dolgok nem voltak. Elég jól megfestették azt a Mona Lisát. Ezzel az ablakkal. Látod a sarkot, azt a szemedet? Amit ott egy négyzetméteren látsz. Igen. Azzal bármely képet, amit kintálsz, meg tudsz csinálni te bazogal. Van, akinek egész kastélya van fénykép műterem. Tehát nincs nem olyan nap alatt ezek szerint, olyan formán, hogy... Ilyes, anyám, amikor hazajöttem Amerikából, egy csomó pénzem volt, vettem egy amatőr kamerát, nem tükörreflexet, egy Lumixot. Lehet, hogy te ismered a Lumixot. 10 évig dolgoztam a Lumixsal, már mutatok nektek képeket a Lumixsal, hogy csinálom. És most vettem egy Nikon, mert tanítok szégyellem elvinni a Lumixot. De az, hogy nincs. Hát... És vettem egy Nikon, de ide-haza, ha nem látja senki, mindig a Lumixsal fényképezek, ami egy amatőr gép. Uh-huh. De miért? Mi ennek az oka? Azért, mert hogy igazából ugyanazt el tudod vele jönni? Egyszerű. A leggyorsabbnak a portréfényképésznek kell lenni. Uh-huh. Tudni, a portréfényképészben így magyarázom, ennyi a fényképezőgép, ennyi a világítás, és ilyen nagy, hogy te milyen rendező vagy. A dumát leadod. Meg hogy hogyan is tudod? Másodperc is valaki jól néz ki, azt már meg kell nyomni. Nem lehet cirkuszolni. Az ember modelleket fényképez, és jó a modell, az már tudja.
de olyan emberekről beszélek, akik sose fényképeztek le, aha, mented, és annak el kell magyarázni mindent. Miért valakit lefényképeztem, negyed órát magyarázta, hogy mit fog csinálni. Diákoknak, akiket tanítasz, nekik tanítod azt is, hogy hogyan instruálják a modellt? Elmondod, hogy... Elmondom, sőt, én mindig azt szoktam mondani, ha valaki megkérdezi tőlem, hogy milyen fényképész legyek, portréfényképész, vagy tárgyakat fényképezek, vagy külső felvételeket, minden. És én mindig azt szoktam mondani, hogy nézd oda, ha te bemutatkozol egy lánynak, és te 15-20 perc alatt meg tudod dumálni, hogy jöjjön ki veled vacsorázni, vagy jöjjön fel a lakásodra, akkor legyen portréfényképész. De ezt nem tudod megcsinálni, akkor fényképézzel hangutartókat. Minden modellt tudsz instruálni? Minden modell instruálható? Nem. Én megmondom őszintén, amikor 5-6-szor oda megyek valakihez. 5-6-szor oda, amikor kiabálok valakire. Mitől függ ez egyébként? Attól, hogy milyen adottságai vannak, vagy attól, hogy mennyire... Hát te nő vagy. Engedi én el magát. Én 5-szor nősültem. Hát van első, mindent megcsinál. Van, amelyiknek. Tényleg sok pénzt kerestem, és rajszorszat tudtam vezetni. Ennek egy oka volt, hogy aki nem fotogenik, ez csalás. Én csaltam, becsaptam az agency-ket. Hogy csaltál? Úgy, hogy akinek nincs fotogenik arca, akinek fotogenik arca van, akkor nem is lehet rossz képet csinálni. De viszont akinek nincs fotogenik arca, akármilyen csúnya az illető, abban gyönyörűt lehet csinálni. Hogyan? Hogy csaltál? Egyesanyám minden geometriai mondtam. Sőt, én meg szoktam nyitni kiállításokat, és azt mondom, amelyik képben nincs geometria, az olyan, mintha én táncolnék az operába. Egy nagyon híres képed erről egy kicsit mesélsz, hogy ez hogyan készült? Ez nagyon érdekes, ez véletlen, nagyon jó dolog, véletlen készülnek. Ez egy ilyen alacsony mexikán pali volt, fodrász a legjobbak Los Angelesbe, és a nőnek a haját ő vágta, és a nő ül. Ő neki meg el kellett bújni, hogy senki nekem a műtérben nem lehetett, hogy fényképezek. Oh. És akkor előjött, és így ment. És mikor így elé állt, mondom, állj meg az Isten, ez úgy nézett ki, hogy fantasztikus. Zaffarellinek a Júliája. Oh. Csak egy már 30 éves volt, de mindig gyönyörű. Mindig gyönyörű volt. Ezeket csak azért rakom, hogy nem csak sztárok fejét tudom lefényképezni. Volt olyan, amikor egy nagy sztárra volt gond, hogy nem lehetett jól beültetni? Mondom, azok mind új asszonyok voltak, és nagyon klassz lányok. Sőt, de az már nem divat, megmondom őszintén, mert régen azt csinálták, volt az a 18-24-es kép, aláírták és mindenkinek adták. De ilyen már nincs. Nekem a Turner Century Fox prezidentje, felesége, az egész család jó haverok voltunk, összejártunk minden, és akkor mondta a Gordon felesége, hogy Martin, én ismerek egy embert, gyere be a gyárba, és neked ad munkát. Hát tényleg be is mentem, a szipáló, maga egy művész, ha ilyen munkát nem vállal. Tudja, hogy fényképezünk a színészeket? Ilyen kis géppel és rajszöggel föltűzzük a ajtó tetejére. Most már nem divat az, hogy adnak képeket még minden, ha csak a magazin nem fényképezi őket. Annak én sose volt olyan nagyon jó képe, az hallotta, hogy menjen a Martinhoz, csinálod egy nagyon jó képe. Sőt, öreg színészek, mert nem is dolgoztak, eljöttek hozzám. Azt mondták, hogy jobban nézek ki, mint középkorú. Elmesélted azt, hogy miért engedhetted meg magadnak ezt, hogy 500 dollárért? Volt egy társom, a Eszenyenikő, és az ott is egy filmrendező. Na, de most elmeséled, hogy mi volt ez? Persze, hát kiért, aki rendezte, és piros inkbe, eddig kinyitva, én meg szúttáért, én mindig felöltözöm, és rögtön rám száll, láttam, no, olyan hibat. Szipárok, meg szeretném már ilyen kérdeni magát, hogy miért öltözik maga a legutolsó divat szerint, miért van nyakkendő magán, zakó, minden. Mondom, Amerikában megkérdezni valakitől, hogy mennyi pénzt keresel, vagy mennyi bankbetéted van, ennél udvariatlanabb, undorítóbb dolog nincs. Hogy én mit kerestem, megmondhatom. Én 500 dollárt kértem, hogy valakit lefényképezzek, egy albumcoverért kaptam 2500-at,
de ahhoz így kellett felöltöznöm. A Rolls-Royce-nak az üzlet előtt kellett állnom, és a Sunset Eve közepén, ami a legdrágább része volt a városnak, ott volt az üzletem. Neked valahol egy kicsit ilyen bolondériád is ez a szemüveg, meg hogy olyan dizájnosabb dolgokat viselsz. Nekem egész életem embereket öltöztettem. Embereket öltöztettem. De ez egy ilyen tudatosan felvett dolog, hogy akkor most dizájn szemüveget viselek, ilyen ruhát, előszeretettel. Ez megint a sors, ilyen nem hiszed el. Ez már volt egy 10 éve, megismerkedtünk valaki rokonokkal, kivel az Apple-nek a vezérigazgatójával. És akkor beszélgetünk, és azt mondjuk, nekem is van egy rokonom Amerikában. Azt mondja, igen, és hol? Azt mondja, Kaliforniában. De mondom, hol? Los Angelesben. De hol? Azt mondja, a Sunset Trippen. Mondom, nem Dánielnek hitták a te rokonodat? Rám, azt mondja, honnan tudod? Nem mondom, 40 évig volt a szomszédom, és a legjobb barátom volt. Ő akart felvágni, hogy neked is van egy rokon Amerikában. És akkor tőle kaptad a szemüvegeket is? Ahogy jött egy szemüveg abban a pillanatban, az aranykeretes szemüveg, az itt Magyarországon 1,5 millió. Nem is lehet nézni az interneten. És ez így adta nekem. Szóval akkor igazság szerint ez már a részed lett, hogy ilyen dizájnosabb darabokat viselsz, meg hogy egyáltalán is fontos. Hát ezt divatot, férfi, női divatot. Hát de mindig is ilyen voltál Amerika előtt is? Be. Most kezdtek jön a strandra, azt mondták, ha valaki ilyen, hogy mondták, várjon, valaki túlöltözött. A Ród és Szó. Jan Pec. A strandon én rajtam egy fürdőruha, jön a Pápi Józsi rám néz, szóval te úristen, te csak egy fürdőruha van, de mégis Jan Pecnak nézel ki. 5 feleség után azért az ember tudja, hogy egy párkapcsolatnak mi a titka, vagy hogy működik ez az egész. Mesélj egy kicsit nekünk erről, hogy te hogy látod ezt már itt 90 éves fejjel, hogy... Én minden feleségemnek nagyon jó házasságom volt, csak az a tragédia, amit most tudományosan is megállapította, hogy egy szex 4 évig tart. Ebben te hiszel, hogy ez 4 év? Nem, én ezt tapasztaltam az alkalommal, nem a girlfriendjeimmel is. Az utolsó 2 házasságom, amit nem lehet este megcsinálni, mind a 2 úgyhogy nyitott házasság, hogy 4 év után én kerítettem pasit a nejemnek, ő meg kerített csajt nekem. Hát esténként kitárgyaltuk, részletesen ott csináltuk, és egyszer a felesége miatt előrültött, hogy ez jobb, mint a szex. Azt mondja, hogy kidumáltuk a dolgokat, hogy te hogy csinálta, én hogy csináltam, hogy milyen a pasi, milyen a csaj. Úgyhogy nekem ez a része volt, hogy volt a házasság. De nem az utolsó feleséged, de utolsó feleséged? 5 évig tartott a szem körülbelül. Nem mondd, hogy a fiatal lányok nem próbálkoznak nálad még mai napig. Most már nem hiszem. Én csak fiatal lány barátaim vannak. Én hazajöttem, azt mondom, 30-on alul vagy 70-en fölül jöhetnek. Igen, ezt mindenhol elmondod, de... Megmondom őszintén, mert sajnos a 30 és a 70 között azok hiába változott meg a rendszer, hogy mit úgy gondolkoznak. De szerintem ennek az oka, vagy miért hát gondolod ezt így? Itt él, hát nőttek föl, így tanultak iskolába. De mi hiányzott belőlük, vagy mi hiányzik ezekből az emberekből? Hát úgy gondolkoznak, mint én. Én egész másképp gondolkozom dolgokról, ami van, mint én. Hát csak én nem fitogtatom, én nem mondom, hogy nálunk ez így van, nálunk mindig azt mondom, megyek haza, megyek Amerikába. Én nem tudom, haza hazám, mert a legnagyobb részét életemben ott töltöttem el. Ez az embereknek mindig benne van ez az 50 éves nyomor. Szellemi nyomor, nem is anyai nyomorról beszélek. De te egy nagyon-nagyon szerencsés ember vagy, mert egy nagyon jó életed volt. Tehát, hogy igazából mindig csupa olyan jó dolog történt veled, ami... Tehát, hogy nem volt olyan periódusa az életednek, mert még fogságban is voltál. Ott is 5 hónapban hazajöttem. De az nem volt, tehát, hogy mindig csak arról beszélsz, hogy minden olyan szép volt, jó volt, hogy nem volt. Hát, és amikor a tisztársaim 5-10 évben jöttek haza, én 5 hónap múlva manikűrözött kézzel meghízva jöttem haza. Na de ezt... Hogy esett ez meg? Ez méletlen. Hogy a tábornak a főorvosa a debreceni barátomnak a nagybácsia volt. Hát ez egyszerű. Egy mászlista ember vagy. Minden én nem is hiszek szabad akaratba, esküszöm. Semmi, ami jó történt velem, az mind magától jött el.
Ezt gondolod, hogy eleve el van rendelve? Én ebben hiszek. Hogy lehet akkor jövőt megmondani, ha nincs elrendelve? Tudom, nem lehet elmondani. Az, hogy te már lassan 90 éves vagy, és még mindig benned van ez a vitalitás, meg ez az életöröm, meg ez az állandó pörgés, pesgés. Mik a céljaid még? Még biztos, hogy vannak előtted olyan dolgok, ami mozgat? Vagy én ma már tudom, úgy érzed, hogy... Élni, remélem elérek 99 évig. De megmondom őszintén, nincs semmi, amit még tudnék produkálni. Egy dolog. Én hiszek az evolúcióba, és én szeretek tanítani. Pénzzel is, ingyen is, a utcasarkon is, ha megállítanak. Én mindenkinek őszintén elmondom, hogy kell csinálni. És ez egy nagyon jó talaj, mert pont az ellenkezőjét tanították, még mindig is tanítják. Az ellenkezőjét, mint amit én tudok. És én nagyon szívesen mindenkit fölvilágosítok, és örülök, ha látok egy jó képet. Akkor igazából az motivál, az ad neked erőt, vitalitást, hogy a fiatalok körülvesznek és tőled tanulnak, és az, hogy továbbadhatod a tudást. Nem csak fényképés, ez minden. A filozófiától kezdve, a pszichológián keresztül, minden. Az én véleményemnek, amit az életemben tanultam, átmentem dolgokon, azot elmondom nekik is. Van, aki elhiszi, van, aki nem, van, aki tanul belőle, van, aki nem. Te mit mondanál a fiataloknak, idősebbeknek, mi kell a jó hosszú élethez? Szerencse. Szerencse? Szerencse. Meg a vitaminjait? Jó gének. Jó gének. És ennyi az egész? És nem kell inni, nem kell cigarettázni. Soha nem voltak ilyen, tehát soha nem voltál semmi ittál cigaretta? Olyan gyorsan nem megy az élete. Olyan gyorsan nem megy az élete. Én szeretem, én semmi nincs, amivel panaszkodhatnék, hogy nem sikerült, hogy valam. Csak nem kell tervelni. Szerintem az az emberek csalódnak, hogy fantasztikus dolgokat tervelnek. Hát én terveltem volna, hogy hazajövök Magyarországra, és az utcán leállítanak minden sarokba, és gratulálnak. Hát tervelhettem volna én ezt. Ezt nem lehet tervelni.